A részeredményekből az derül ki, a koalíció jelöltje 5685 szavazatot, a független Bunta Levente Zoltán 3986-ot, az RMDS jelöltje Aros Orsolya 2648 voksot gyűjtött be. A másik két jelölt elenyésző számú támogatást kapott. Ami a tanácsosok számát illeti, az RMDS elvesztette többségét az új testületben. A koalíció jelöltjei 11 önkormányzati képviselői helyett, az RMDS pedig 8-at tudhat magáénak. A szavazói kedv alacsony volt a városban, a jogosultak 42,24%-a ment el és adta le voksát. Az egyelőre nem hivatalos eredmények szerint a város 22 körzetéből 19-ben nyert Gálfi Árpád, 3-ban Bunta Levente. Aros azt nyilatkozta, változásra számítottam, mert azt egyértelműen éreztük az elmúlt hónapokban, hogy Székelyudvarhely változást szeretne. A számok azt mutatják, hogy ezt a változást Gálfi Árpád személyében keresték az emberek. Lukács László független polgármester jelölt szerint a kampány jó volt, úgy érzi, becsületesen helytáltak. Gálfi úgy nyilatkozott, csapatmunka volt, az összefogás bizonyított. Azt, hogy most itt lehetek Szász Jenő barátomnak és családjának köszönhetem. Nincs egyéni boldogulás, a közösség boldogulása nélkül, véli a város új polgármestere. Bunta Levente Zoltán leköszönő polgármester elismerte vereségét és Gálfi Árpád győzelmét. Azt mondta, reméli, hogy a város továbbra is a fejlődés pályáján marad, és megmarad egy jókedvű városnak. Azért nem könnyű három párttal szembe egy kampányba megpróbálni nyerni. Ez alkalommal azt kell, hogy konstatáljam, hogy nekem se sikerült. Hát tudjuk azt, hogy a Néppárt MPP koalíció ellenem volt, tudjuk azt, hogy az RMDS ellenem volt, ilyen körülmények között nem volt lehetőség ez a harc, hogy olyan kimenet ellen legyen, hogy megnyerném a választásokat. Számomra furcsa azért az előrejelzések nem ezt mutatták, az elemzéseket el kell végezzük azzal a csapattal, hogy tulajdonképpen mi is nem történt. Hogy mozgósítása, hogy mi volt ennek a titka, vagy a mi kampányunk, amelyik arról szólt csak jó formán, hogy az eredményeket mutattuk be, hogy ez nem volt elégséges, nem tudom, a tanulságokat le fogjuk vonni a következő két-három napban. Mi mindenképpen becsülettel küzdöttünk, én úgy érzem, az embereinknek főleg, köszönöm nekik, és köszönöm azoknak, akik elmentek az is szép számba, hogy rám szavazzanak. 25 év után lehet, hogy nekem is pihenni kell, ha nem többet egy hónapot, de az is lehet, hogy 6 hónap.